Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Star Liga 39. helyett. Igen, 39. epizódjával, itt van velem Petko. Sziasztok! Fejben ki kellett számolni, és akkor jöjjön az izgalom, jöjjön a futam, méghozzá Laguna Sekából. Gyorsan nézzük meg még egyszer a rajtrácsot, tehát akkor az első sorban Danuka és Rózsa Gyuri, a második sorban Petko és Pápai Jóci, szép kis névsor itt az elején, aztán Császár előtt Geszler Dorottya, harmadik sor Szabó Krisz, Eszes Viki, negyedik sor Demjén Bogi, Demcsák Zsa, ötödik sor Dolhai Attila, Hütter Dóri, hatodik sor Kapás Bogi, M. Taylor, hetedik sor Szöke Levi, Gundel Takás Gábor, nyolcadik sor Gáspár Győzike, Szécsi Saci, kilencedik sor Szinetár Dóri, Jackass, tizedik sor Lőrinc Gábor, Csobot Adél, tizenegyedik sor Vanilla Mew, Rolando, tizenkettedik sor Xiaomi, a Hódos Attila pedig 13. sor. Na, és akkor számoljunk. 1-20 egy kör, és 25 perces a futam. Vagy 20 kör. Hát itt most azért a 20-at azt meg kell nyomni. Tehát inkább 20-21 körül, nem? Körszám. Uh-huh. Igen. Jó. Na lássuk. Sok minden múlik, a bajnokság végénél vagyunk. Sok minden múlik itt ebből a futamból. Ahó! Jaj, kapok itt az elején egy kis áttekintőt? Nézd. Ezek oda. Szerint? Ilyen létezik egyáltalán? Azt a mindenit! Na. Na. Figyelj a lámpára. És nézzük. És megindultunk. Inkább hamarabb veszem a féket. Hoppá! Pápa Jóci második hely. Igen, így jó. Pápa Jóci megelőzte Rózsa Gyurit az egyes kanyarban. Igen, és téged is, mert azt hiszem te voltál a harcban. Igen. Igen, valószínűleg lerajtolt. És ugye ne felejtjük el, ő az, aki egyelőre nulla ponton áll. Tehát neki most nagyon... Pontversenyben, igen. Tehát ő neki most lennének az első pontjai. Ha sikerülne ebbe a pozícióba szélbe jönni. Igen. Most nem merek nagy tempóval menni, mert még a gumi az kifutja. Első körökben felesleges is. Jaj. Jaj, sok. Ez lesz az egyetlen ellenségem, ez a kanyar szerintem. Ez még nincs meg annyira. Most ezek után azt kell mondanom, hogy ezek után jöhetne Batuszt. Szerintem ahhoz lenne egy kicsit. Azt szerintem ne akart kívánni. Mert a hegyeikben találod magadat szerintem akkor. Ez a kocsi típusa. Tűhegyeink között. Ja. Ez az. Na, most már szerintem tapadok olyannyira, hogy szerintem ezt megpróbálhatom tempóval. Egy-két kört így nyomok, csak majd aztán, figyelj. Aztán majd megyek a biztosra inkább. Azért ez látszódik ezen a pályán, hogy mennyire
Nyugi, messze vannak. Igen, egy kicsit hülyék lettek. Bocsánat. Tehát kicsit itt most az alja el lett mérve. Lehet, hogy függetlenül viszont ott is alakulhat izgalmasan a pontverseny. Igen. Ha így marad. Ugye jelen állás szerint, ha ez így marad és Attiláék nem jönnek fölfele, akkor viszont átveszem a pontversenyt, bár azt hiszem lehet, hogy rajtad az imulna a dolog, ha jönnél följebb. Tehát te még itt egy hafüggvény lennél ebben a dologban. Viszont ti lecsúsztatok 11 másodpercre. Valami ott történhetett. Ekkora különbség nem volt. Valószínűleg a császár előtt vívott csatám közben. Azért szakadunk le ennyire. Ez most jó lett csatufékkel együtt. Látod, a Rózsa Gyuri is megközelítette a pápai jocit közben, és azért vesztett időt. Hát ez abból adódik. Hát ha fél órás lenne a futam, akkor lenne esély arra most először, hogy letudjuk 20 kör alatt. Upszi. Ha mostani állást nézzük, és ha egy negyedik helyen futnék be, ugye akkor kapnék átvesz. 12 pontot. Akkor átveszem azt. Te meg ugye 20 pontot, Attila pedig jelen lesz szerint, ugye nem tudjuk, hogy hogyá. Megpróbálok majd az egyenesben egy lefelé menni a listában, jó? És mi a te egyenesben? Igen, de most mentem egy párat. Szabó Krisza a 7. helyen marad egyelőre. A Jackass nincs pontszerző helyen. Sőt. Attila még továbbra is csak a 26. Az igen. Hát akkor az sőt, igen. Már csak, sőt már 25, mert megelőzte Xiaomi-ját közben. Jaj! Ajajajaj, daruka. Nyugi. Bőven van előnyöm. Viszont te leláztam a császár előtt. Jászali. És közeledsz de... Rózsa Gyuriékhoz. Igen. De viszont jászali, hogy te átvennéd a vezetést, az igaz. De ugye én is felugranék egyből a második helyre a pontversenyre. Igen, és utána viszont... Megelőzve Attilát is. Igen, utána viszont nem változna semmi, mert hogy se te, se nem a Jackass nem szerez pontot. Nem én, hanem Attila. Igen. Ja, mármint igen, se nem Attila, se nem Jackass nem szerez pontot. Viszont utána nem tudom, hogy alakul. Hát császár elődnek... Hát ő pedig, nem szól bele az összevetben. Igen. Neki viszont pontszámügyileg jó jönne az az 5. hely. Ugye Rózsa Gyuri privát pilóta, úgyhogy ne is beszéljünk róla. Igen. Tehát ő nem a mi képletünk. Igen. És a császár előttnek abban a szempontból jönne jól ez az 5. helyezés. Csapat. Mert ugyanis, ugye annyi pontot tudna gyűjteni egy futam alatt, mint amennyi pontszáma van jelenleg. Jelesül 10 pontot. Tehát egy ilyen érdekes kettőség is megvalósulhatna ebben az esetben.
És ugye még... Papa Jussziról meg nem igen, is igen, beszélve. Igen, pont őt akartam megemlíteni, hogy őről, meg azért se beszéljünk, azért nincs benne a képletbe, bár nem pirátpilóta, de ő még nem szerzett pontot. A szezon során, ja. Ahogy már kiemeltük. Hú, azért kezd közelíteni rám. 6 másodpercből csinált 4-et. De hozzáteszem, hogy kicsit elkezdtem tartalékoskodni. Hú, 2-t csinált. Az hogy a picsába? Rá tudsz nézni a kamerára, illetve valami csodára? Azért az órára időnként. Kezdek aggódni, hogy utolér mindjárt. Hú, ez végre ez tükör simán bevett egy kanyar. Ott van. Csak a rontásoknál ér utó. Én viszont utolértem közben Rózsa Gyurit. Hoppá. Ott vagyok a közelében. Nem gondoltad volna, hogy utolérem mi? Igen. Azt kell mondanom, hogy azért az ott... És meg is előzöm. Sikerült megelőznem a pálya első szakaszába. Igen, csak most megint ugye a Jóci elment tőletek, úgyhogy... Igen, de viszont ezzel felugrottam a harmadik helyre. Ami pont verseny szempontjából még jobban javítja a helyzetemet. Igen. Közelebb jönnénk. Mert ugyanis ugye ezzel teljesen nyíltá teszi az egész dolgot. Igen. De amúgy is. Tehát ha ott maradtál... Amúgy is a jelenlegi állás, de így pont számítok meg még inkább. Ahogy most áll a helyzet. Rózsa Gyurinál meg kezd elfogyni a tempó. Mert már császár előtt is kezdi lassan megközelíteni. Letko, ugye azt kezd... Ugye azt mondtam, hogy kezdenek utálni, hogy te még beraktál nekem ide egy Bugattit. Tíz perc van még hátra. Ha nem tettem volna be, akkor is utáltak volna. Mert ugye eredményileg nézve... Na most jelenleg eredményileg nézve, most sokat hoztam volna Attilán is. De ha nem lenne az utcsó futam, igen, akkor itt lenne vége. És akkor tudom, milyen eredménnyel. Hát várjál, akkor mindjárt kiszámolnám, hogy így fejbe, hogy így hirtem, hogy mi lenne a vége. Már hozzáteszem, tehát, hogy szerencsés... Tehát, hogyha a fél ponttal számunk így nagyon drasztikusan, hát én kapnék ugye 14 pontot. Attila ugye nullát, na az a helyzet alakulna ki, hogy én nálam lenne 73,5 pont, míg Attilánál 73. Jézus! 4 pont. Tehát az még csúnyább volna. Ja. De ez nem lesz már fél pontos verseny, azt gondolom. De ezért mondom, hogy még durvább volna a végkifejlete a dolognak. Szóval visszatérve így a... Így viszont még megmarad Attilának a matematikai esélye, hogy mind a kettőnket megverjen a végé. Igen, és ugye még egyszer kimondjuk, ugye azért beszélünk erről, mert ugye aki esetleg nem tudná, ugye a BTA a moszkvai pálya kudarc után úgy határozott, hogy még egy versenyhelyszínt berak a táblába, az Európa nagy díjként ugye a Le Mans Bugatti pályáját, tehát a kisebbik Le Mans pályát, és ugye emiatt ugye nem ez lesz a szezonzáró, amit most látunk, tehát nem Laguna Seca, hanem Le Mans lesz így akkora zárófutam. És itt akartam itt kihangsúlyozni már most többször az imént, hogy e tekintetben talán egy picit szerencsém van. Ugye ez Petko döntése volt ez a pálya, ezt ki kell mondani.
és ebben semmilyen beleszólásom nem volt. Örülök is egyébként neki. És itt szeretném most először elmondani, hogy ugye azt már tudjátok, hogy volt már egyszer ez a bajnokságunkban. Most emlékeim szerint pont a Forma 1-ben, tehát a Nyílt Kasznikkal voltunk, de lehet, hogy a másik móddal voltunk. Mindenesetre voltunk már ott azon a pályán, úgyhogy e tekintetben szerencsés a pályaválasztás. Az már más kés, hogy a élesben viszont kinek jön ki kedvezőbe. És ugye, mivel voltunk ott, ezért van rajta egy kis némi tapasztalata. És hát meg speciál nekem is. Ahogyha benne voltam. Igen. Hát mind a három... Az első komoly Dani hiba. Mind a három évadnál benne voltál. Igen, tehát az első komoly Dani hiba. Igen. Hát, ha még marad időm, akkor nem biztos, hogy reménytelen eset lesz a pápai az időtől, nem? De ugyanis, ha nem is túl gyorsan, de valamelyest csökkentem a különbséget közöttük. Viszont én meg visszaküldtem 6 másodpercre. Ám, eközben, viszont Róra Gyuri is visszajött rám. Igen, tehát te hozod magaddal a mezőnyt. Hát, ha nem igen, és egy bentyászál előd is utolérte Rózsa Gyurit teljes mértékben. Jaj! Azért Jogi. Ennyire levágni nem akarom. Ez is sok volt egy kicsit, de nem baj. Ez még belefér. Akkor csináljuk így, jó? Most kapott fél másodpercet a pápai úr, jó? Megpróbálok a következő egyenesnél egy listát nézni, jó? Nagyjából a fő izgalmakat látom így is ettől függetlenül. Hát Bogi csapattársad a 8. Azért a pontverseny szempontjából fontos, hogy ki merre. Szőke Levi a 11. Hütte Dóri a 10. Jackass a 14. Mindjárt lapozok. És hát illetve tovább is csak a 25. Lőinc pedig csak a 26. Úha. Jaj. Na, ott vagyok a lista elején. Azért kockázatos. Megvolt, Nyugi. Igen. Mérni fogja a gép? És közben... Még rontotta egy kicsit a dugóhúzóba, császár előtt megelőzte Rózsa Gyurit. Ez rendben volt még. Igen, éppen hogy. Tehát császár előtt feljött a 4. helyre. Ami túl sokat nem jelent számunkra. Hiszem előtt ugye privált. Önmaga számára jelent. Mert ugye jelszerint több pontot szerezne. Mint amennyit eddig a szezon során szerzett. Ja, igen, ez más. Jaj! És még továbbra sem lehetetlen számomra utolérni a pápai öcöt. Sőt, nézd, amennyit módosult a dolog? Tudom, azért mondom, hogy kezdem utolérni. Csak az a kérdés, hogy vajon még hány kör van hátra? 5 perc volt az imént kiírva, szerintem most olyan 3-2 körül vehetünk. Adásban ránézve még 19-nél tartunk, tehát azért még van, azt gondolom. Ja, és még azt elfelejtettem mondani, nem mondom. Utolértétek egymást? Igen. És meg is előztem a pápai acit. Valószínűleg a dugóhúzóba. Ha az időkülönbségeket kalkulálom. Na ezzel viszont teljes mértékben egymás közelében vagyunk. Döntetlennek nem döntetlen, mivel ugye 3 pontnyi különbség alapból van a tudod a... Igen, és köztünk 1 pont van, igaz?
Mindjárt mondom Akkor neked, hogy pontosan mennyi van. 2 pont. Nekem van ugye 59 és fél pontom, neked meg azt hiszem, hogy 58 volt, ugye? Igen, akkor másfél ponti különbség volt. Ja igen, meg kaptál te még egy plusz felet ugye az előző futamban. Igen, akkor az így másfél pontnyi különbség igen, egymás között. Nagyon szoros lesz így. Hát Attila nullázása elintézte tényleg a nagyon komoly izgalmakat. Jelenlegi nullázása, mert nem tudhatjuk, hogy hogy áll jelenleg. Hát 26. helyről néhány perc alatt átjönni. Hát azért várt ki a végét, mert én is tudod, hányadik helyről jöttem föl. Meg reménykedem, hogy most nem szok bele. Kezdetén még csak 5. voltam. De egyelőre ez egy abszolút egy nyugodt verseny. Igen, de viszont csatába bőven bővelkedik. És még nem, valószínűleg nincs vége, mert Pápai Jocsi egyre jobban esik vissza a tempója, és Császár előtt is lassan kezdik megközelíteni. És Rózsa Gyuri közben amúgy további pozíciót vesztett, meg Gessler Dóri eléje került. És most ő van az 5. helye. Bogi csapattársad meg szintén jött előre egy helyet, és ő már csak a 7. De izgalmas lehet ott. Majd a vissza emlékezésbe majd megnézzük, igen. Hogy ott mi zajlott. Biztos érdekes csaták lehettek ott. Utolsó perc. Pont úgy lesz, hogy lehet, hogy még lesz még egy kör. Figyeld meg. Lesz szerintem. Edzőügyileg amúgy sem számít, mert neked már elegendő. Igen, tehát igazából lelassíthatok. Ha úgy akarom. De inkább lehet, hogy még rányomok egy kört. Upszi. Ezért cserébe kaptál itt egy tárkanyart. Na nézzük. Nem, nem még lesz egy kör. Igen, és ez éppen hogy átérté még a C1-esbe. Igen, belefért volna. Tehát még pont egy kör van még hátra. Igen, belefért volna, hogyha lefékezem. Mindegy, nem kockáztattam. Tehát ha még ezt nagyon elrontom, akkor te még megnyerheted. Rózsa Gyuri föltámadt, mert sikerült visszaerőzni a Gessler Dóri. Hú, ez nekem úgy kellett, mint egy falat kenyér ez a verseny. Már hozzáteszem, azért kicsi keserű szájíz azért van bennem, hogy az AI-k hülyék voltak. De mondjuk azért itt viszont megvédelek téged azzal a gondolatoddal, hogy nem számoltunk, hogy ekkora különbséget összeszedek az időmérőn. Igen. Úgyhogy lehet, hogy kimondom, hogy ez egy olyan győzelem, ami megérdemelt. Megvan a győzelem, és gyakorlatilag hibamentes futam volt ez. Egy-két ilyen kisebb kicsúszás volt mindösszesen. Te is átértél, úgyhogy az élmezőny az így akkor átalakul. És jár szerint ugye másfél pont a különbség. Leviszem ezt a kört, és akkor megnézzük az eredményt. Mennyi kört vittünk? 15. Az egész jó. És a futamnak nagy valószínűsége, nagy vesztese, Attila. És talán még kimondhatom csak ezt. Igen, mert matematikailag nagy valószínűsége kiszállt a játékból. A Jackass az valószínűleg kiszállt.
próbálok gondolkodni, eddigi három évadban egyszer sem volt a végén esélyes a Jackass. Ezek szerint? Csak azon gondolkodom. Box, 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 ne feledje már. Box this lap, box this lap. Na! Tovább menti. Igen, mert hogy a box, micsoda. Na mindegy, kinyomtam. És nem, akkor nézzük a végeredményt. Nem teljesen értettem. Igen, sőt, Rolandó is 26. Húha, a csapatverseny az eldőlt így akkor viszont. Igen, mert a Rolandó adta ezt csapatból, senki nem szedett pontot. Igen, úgyhogy ez, a... úgyhogy az viszont a tietek. Ez innentől kezdve az már eldőlt. Így van. Na nézzük tehát. Ugye én nyertem a versenyt, Petko lett a második helyen, és megvannak az első pontok Pápai Jócinak, jupi, jupi! Ráadásul egyik dobogóval. És nem is akármilyen helyezéssel, így van. Harmadik helyen Pápai Jóci, negyedik helyen Császár Előd, ötödik helyen Rózsa Gyuri, hatodik helyen Demjén Bogi, azaz Bogi, hetedik helyen Eszes Viki, nyolcadik helyen Geszler Dorottya, kilencedik helyen Hütter Dorottya, és Szabó Krisz is szerez pontokat a Faktor Starsok részéről, illetve pontot. Ő lett a tizedik, szegény Szőke Levi pont kicsúszott a pontszerzőjéről. Igen, igen. Dolhai Attila 12, Demcsák Zsuzsa 13. Aki amúgy, említsük meg, hogy sokáig a bajnokságban a fő esélyesnek számított. A Demcsák? Nem, a Dolhai. Ja, Dolhai? Ja, igen, igen, tehát az elején azért benne volt rendesen az élmezőnyben. MTLR a 14. helyen, Jackass csak 15, ennek ellenére szerintem a csapatbajnoki címnek így akkor örülhet. Chao miatt csak 16 az előző futam, az előző félig nyomott futam alapján az ilyennél több is lehetett volna. Kapás Bogi 17, Vanilla Mew 18, Gáspár Győzike 19, Gundi 20, Szinetár Dóra 21, Szécsi Saci 22, Lőrinc csak 23, Csobot Adél csak 24, és a két Rolly and Athens az utolsó két helyen. Hát valami tényleg nem stimmelt azokkal a gépekkel ma. Pedig láthatod, a mezőit nem voltak lemaradva. Igen. Csak az autó beállításával lehetett valami oltály nagy gond, csak úgy, mint Lőrincni. Ja. Aki most nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. Hú, nem is emlékszem, középmezőnyben volt valamára? A kicsoda? A Lőrinc. Hát, nem, hát konkrétan ugye, ami miatt ugye bekerült ebbe a fináléba, ugye akkor még 29 pontot is tudod igen, gyűjteni. Igen, igen. Na! Hát akkor így vágunk bele az utolsó futamba, amely nem sokára érkezni fog pár nap múlva, úgyhogy várunk benneteket akkor is, és akkor készüljetek, mert jövünk vissza Franciaországba. Addig is sziasztok! Sziasztok!